Na hát üdvözlöm a kedves nézőimet, akkor most itt vagyunk Budafokhároson. Ez a vasútállomáson, ugye körbe is mutatom. Ott arrafele van az alsó pálya, itt a felső, és most elvileg pedig ez az iparvág, amit tegnap a Nohabban nem sikerült bejárni a külön vonattal, mert visszavonták az engedélyünket, mivel tolatásvezetőt nem hoztak, a pályavasút pedig meg volt rendelve. És elvileg ez az, amelyik tehát megy egy hídon a alsó pálya fölött, és az élesztőgyárig megy. Most ezt fogom bejárni. Ugye, hát vonattal nem sikerült, akkor most a lábbal. Forgalom az nagyon nincs rajta. Meg az engedélyezett sebesség is viszonylag alacsony, meg egy tehervont azért elég hangos ahhoz, hogy észrevegyem, hogyha jön. Úgyhogy most azért a biztonság kedvé azért most inkább mellette megyek, ameddig van hely. De egyébként itt csak néhány teherkocsi áll bent. Meg elment eddig két ablakos vonat, abból az egyik motorvonat volt, hogy eddig olyan hatalmas nagy forgalom nem volt. Viszont szoktak errefele tervantok lenni, és ez itt egy jó fotóhely, ott a másik irányból, ott az alsó pályát jól lehet fotózni. Majd most inkább csak a Pest felől jövőket. Meg emellem, most olyan a napállás, hogy a másik oldal az ellenfényes, de mindegy, hát akkor menjünk előre, majd később. Hát még jelentkezni fogok, igen. Igen, az ott már az alsó pálya ott a háttérben. Az ugye ez a fehérvári vonal, az alsó, az érdalsó, ez pedig ugye már a 40-es, a felső pálya, amit ugye most újítanak. Ez pedig véletlenül ez lesz az iparvágány, ami nekünk kell, bár nem vagyok nagyon ismerős ezen a környéken, de szerintem ez lesz, mert az biztos, hogy egy híron átmegy a másik fölött, tehát most olyan másik nem lehet. Erre jöttünk volna tegnap. Majd későbbiekben még fogok jelentkezni, de az a baj, hogy az aksi kapacitása nincs a helyzet magaslatán. Elfelejtettem tegnap feltölteni, miután a Nohabos menetet lovas belényig fölvettem. Úgyhogy egy kicsit takarékoskodni kell az aksival is, meg a tárhelyjel is. Úgyhogy meg hát ez a, hogyha sokáig csak gyalogolok így egyenesen, ott érdek. Hoppá, egy piros föld. Bizony, az ablakos vonat volt szintén. Remélhetőleg lesz ma teher vonat is. Már nem ezen a vágányon valószínűleg, de talán sikerül kifogni. Későbbiekben majd jelentkezik. Hát nem sokat haladtunk, még kb. Egy ilyen 20 métert, de most már legalább biztos, hogy nyomon vagyunk, mert ez az a vágány, itt van egy átjáró, és ott a híd a másik vasút fölött. Úgyhogy most biztos, hogy jó helyen járunk. Úgyhogy mindjárt még azért a hídig elmegyek, azt megmutatom. És egyébként szerintem ebben az iparvágányban, hogyha térképen jól láttam, akkor még ágazik ki több is. Úgyhogy nem tudom, hogyha azt még gondolkodok, hogy legyen, hogy sétáljak el a végéig ennek, és aztán majd a vissza irányba pedig gyalogoljak be a kiágazáskon, ameddig csak lehet. Vagy pedig még odafele menjek be, ha találok leágazást, és aztán majd úgy haladjak. Valahol jönni fog egy vonat megint. Na, de úgy látom, az is csak egy feladat. Az bizony. Akkor ezt meg se várjuk, minek. Abból fogok még eleget látni ma. És itt van a híd. Úgyhogy ezt még azért felveszem, hogy átmegyünk a hídon. Remélhetőleg a rászkódás problémát már sikerült megoldani. Az előző videóimban volt az, hogy akkor a rászkódás volt, hogy egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Most kézben tartom a kamerát, igyekszem stabilan, talán nem rászkódik annyira. Rászkódás ellen egyébként van egy plugin a Virtual Dubban, úgy jelenti, hogy esélyeket, és néha használ is. Valamikor többet áll, mint használ, de valamikor egész jól nézhetővé tudja varázsolni. Igen, na ez maga a híd. Ez pedig az alsó pálya. Menjünk át itt, úgyse fog most vonat jönni.
Ja, igen, ez így, mert nagyon jó, alattunk nincs semmi. A talfákon nem szerencsés itt lépkedni. Ez se lehet egy rossz fotóhely, hogyha csak ez a hosszabb teher magát nem fér be az oszlopok közé, de amúgy ez se rossz. Ott megy el a föld. Sziasztok, majd lehet, hogy csinálok még egy Facebook Live bejelentkezést is, hogy lássák, hogy itt vagyok. Most lekapcsolom. Ennyi, átjöttünk a hidakon. Mutatom, itt a vasútvonal, meg a hatos út, vagy a hetes út, vagy azt hiszem a hetes út alatt is átjöttünk. Ilyen vágány, és hát itt pedig már a jó kis gazosított, füvesített, ugyan gazosított pályán haladunk tovább. Nézzünk egy sínszálat is, hogy most bár ránézés a 48-asnak tűnik, de mindjárt keresünk egyet, ahol. Ahol fel van írva, hát ez nem. Nem, nincs. De majd egy picit később. Jaj, találtunk, mert bicikli út van. Dunaparti bicikli út. Egy időben nem volt zárva, úgy látszik, most mennyit ott újra. Nézzük csak. Nincs rá, nincs rá írva, hogy hanyas. Nincs. Nincs rá írva. Akkor maradjunk annyiba, hogy 48-as. Ez viszont már valami combosabb tehervonat lehet. Sajnos nem láttam, mi volt. Mindegy, menjünk tovább. Jelentkezem végzik. Na, ismét itt vagyok. Hát ugye haladunk szépen lefele itt a töltésen. Jó kis büdös van, az a bűz meg amiatt van ott. Fővárosi csatornázási művek telephelye. És valószínűleg a bűz onnan jön. Sínszálakon írás, még mindig nem találtam sehol. Ja, ott van, csak annyi a rozsdás, nem lehet elolvasni. Na se baj. És ott van egy útátjáró, na majd ott visszakapcsolom a kamerát. Útátjáróhoz érkeztünk. És itt elágazás is van a vonalba. Sőt, ott is van egy vágány. Na, az vajon hova megy? Ott az a nagy kémény, a sztárpont, hogy erről jöttünk. Mindjárt csinálunk egy fényképet is. Mindjárt, hogy meg vagy. És az a vágány, az vajon honnan jön és hova megy? Na, ezt megnézem magamnak. Mert nem minden ágazik ki. Na, nézzük csak meg. Szerintem erre már jártam korábban, igen, ez amikor a bicikli úton mentem Csepel fele, akkor ezt a vágányt kereszteztem, csak akkor nem néztem meg jobban, hogy ez hova megy. Valószínűleg a csatornázási művek telephelyére vezetett végebben. Na, nézzük csak meg. Hát nem mostanában használták, az azért látszik. Vannak ám pálya állapotok. Keresd, csinálok valami jó képet róla. Úgy. Megvagy. Igen, azért itt van még a gazban. Nem is nagyon látszik, de azért még itt van a vágány a gazban, és itt a vége. Ez a csatornázási művek telephelye. Ide vezetett ez be valaha. Amott meg eltűnik a gazba. De jó, érdekes ilyen büdös van itt. Biztos csatornázási telepről jön. Nem is ez a szalszak, hanem inkább ez a nagyon erjedt akármi. Aha, na. Iparvasút. Legalább csalán sincsen. Most az... Abból tegnap jobban kijutott a csalánból, úgy össze-vissza csipkedett a csalán. Ez az egyik jónak kinéző fotóhely, amikor fel... Hoppá. Na te ott mi vagy, aki ott mászkálsz?
Kutya vagy macska? Ott valami állat mászott a sineken. Nem macska az. Egy macska? Szépen néz ki minden esetre ez a vágány. Az már biztos. Na ki, veszed, még jó van. Na. Itt biztos nem fog az a veszély fönnállni, hogy vonat jön. De annyira nem is áthatolhatatlan csumbúj ez. Jártam már sokkal rosszabb pályán is. És nincsen családom. Ennek viszont méretetlenül tudok örülni a tegnap után. Hát tegnap annyi család megcsépett, hogy az, ha tényleg igaz, hogy a reumára jó, akkor szerintem az elmúlt bebiztosítottam magam legalább 10 évre a reuma ellen. Még mindig viszket néha, az ennyi. Na, van az így egy jó fotója, mindenre képes az ember még egy csalános erdőbe is bebemászni. Hát még ha lett is volna értelme, akkor még nem is lett volna akkor a baj. Csak hát sajnos, mikor felmásztam arra az rakodóra, akkor derült ki, hogy az már onnan fotózni nem lehetne, benőtte a gazvastagon. Na, szóval ez innen ágazott ki. Itt van egy ilyen kis mini rendezvépályaudvar, ahogy nézem. Kicsit még akkor nézzünk el erre. Ja igen, ott ágazik több felé. Egyik ott eltűnik a gazban megint csak. Úgyhogy ezt nézzük meg. De csak ennyire. Ennek pedig itt van egy leágazása. Ezt én most vissza. Tyúha! Az a nem mindegy. Micsoda gaz. Hát ez nem biztos, hogy végig szaplatok, de azért valameddig bemegyek rajta. Hogy jelentkezem. Ez az az ivarvágány, ami aztán abszolút le van zárva itt a kapu. Na, ide aztán vonat nem megy. És itt ágazik ki. És itt, aha, itt eltűnt a gazban. És az itt az út vége? Nem biztos. Na, akkor váltunk ide bemenni. És itt óvatosan belépkedünk. Itt is van valami vágány. Csak nem látszik. Na, most valahogy itt kéne mászni oda a rendezőhöz. Ez az a vágány, ahol nincs vonat.
Ismét itt van egy nyálkozás, és az megy be oda a gazba, az a vágány. Ez pedig egyenesen tovább megy. Itt van valaki. Ott is van. Ja, közben itt is látunk. Hú, azt hiszem, már nagyon belőtte a gaz, ezt a vágányt, így hogy ez... Mondhatni, hogy ezen már vonal soha többet nem fog járni. Onnan jött ők. Hú, ott pedig voltak egy páran. Jól néztek, hogy mit csinálok, de inkább nem szóltak ezt úgy, csak a kamerát meg elraktam. A muszáj, hogy lássák, az is nálam van. Hát itt valahol van egy vágány, igen. Itt valahol a gazba. Az most esélytelen, viszont ugye, nézni, hogy itt nem teljesen adosodás a sín, tehát itt tényleg van forgalom. Hébe-hóba legalábbis. Másik a sokkal adosodásabb. Itt valószínűleg az élesztő gyárat azt még kiszolgálják, és hébe-hóba erre még eljárkál egy tehervonat. Igen, itt mellettünk meg bicikli úton, ez már annyira legalább is távol a civilizációtól. Azt pedig ott a háttérben szerintem már az élesztő gyár. Addig tart az iparvágány. Hát gyere, haladunk tovább, aztán majd meglátjuk. Ha lesz valami érdekes, akkor még visszakapcsolom a kamerát. Na, még egy leágazás, be a gazba. Ez valami romos épület, itt egy elhagyott, körbe is van kerítve. Ez valami gyár lehetett régebben. Hát, ott az iparvágány kapuja. Nagyjából ennyi, a sinek azok még itt a gazban megvannak. De kb. Ennyi. Itt lépkedek rajtuk. Itt a vágányok még megvannak, csak nem látszik a gazba. És ott az iparvágány kapuja. Még itt volt egy vágányzáró sodompó, annak látszik a stalsztója. És hát ennyi, hát nem tudom milyen gyár volt itt régebben. Talán be tudunk esni. Hát be tudunk, csak semmi értelme nincs. Ebből nem derül ki semmi. Na jó, menjünk. Menjünk. Hát lassan itt vagyunk a végén, ez már egyértelműen az élesztőgyár. Itt van egy váltó, ketté ágazik, 3-4 felé. Ez itt már biztos, hogy a gyárba vezet be. És szintén fényesek a sinek, úgyhogy ezt mindegyiket használják. Menjünk csak tovább. Igen, ez lehet az élesztőgyár, és ahogy hallom, még működik is. Valószínűleg eddig tudtunk volna bejönni a nohabbal is. Nem hiszem, hogy a gyárba is beengedtek volna minket. Oké, most szépen sétálunk egy kicsit. Még mindjárt itt vagyunk a gyárkapunál. Nem tudjuk közelebb menni. Most akkor erről az ágról vissza. Csak ugye ott... voltak dolgozók, aztán de most lekapcsoltam, hogy szóljanak érte, hogy bekamerázok a gyárba, bár elvileg nem tilos, mert ez közterület, de mégis jobb a békesség. Amúgy nincs benne semmi érdekes.
bevezetnek arra a vágányok, aztán kész, ott van valahol a háttér, messzebb belül lehet a rakodó, azt meg nem látjuk innen. És itt van a másik, itt viszont belül is vannak váltók, és belül is szétágazik több felé a vágány. Mutatom. Nem tudom, mennyi látszik majd belőle, de ott van. És arról jöttünk. És mutatom. Csak ugye egyszerre fényképezni, meg kamerázni is nem olyan egyszerű. Ez viszont hova vezet? Hát na, hogy be a gazba. Mit vártunk? De itt a másik is. Akarban úgy befogni, hogy mind a kettő látszon, de ez itt két vágány a gazba. Egyenlőre ennyi majd. Hát ha a végén még látszik valami, azt majd megnézem és akkor bekapcsolom. Na hát itt van a vége. Hát annál a földkúpnál volt mind a két vágánynak a vége, de itt már korábban eltűntek. Itt még a nyomai látszanak, hogy eddig jött. De hát akkor ez a videó ez ennyi lett volna. Három síparvágány bejárása megtörtént, úgyhogy reméljetek hamarosan össze lesz vágva és fel lesz a YouTube-on, majd találtátok, ha tetszett a videó, lájkoljátok, csatornámra is fel lehet iratkozni nyugodtan. Sziasztok, ennyi volt.